7 éves szerződésen járt le a Tolnai önkormányzatnak a diákétkeztetést ellátó helyi vendéglátócéggel. A törvény szerint közbeszerzési eljárást kellett kiírni a következő ciklusra, melyben a jobb ajánlattevőt kellett választani a testületnek. A pályázati eredmény szerint nem a helyben lévő, több évtizede a feladatot ellátó vendéglátóegység lesz a jövőben a szolgáltatást végző cég. Az önkormányzat akkor, amikor egy nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, akkor egyáltalán nincs is mérlegelési joga, tehát azt teheti meg, hogyha mind a kettő érvényes ajánlatot ad, tehát mind a két ajánlattevő érvényes ajánlatot ad, azt egyébként, hogy ki ad érvényes ajánlatot, azt egy szakértőbizottság állapítja meg, tehát azt sem mi, vagy nem én, vagy nem a képviselőtestület állapítja meg. Tehát ha érvényes az ajánlata, akkor az olcsóbbat kell választanunk. A számítások szerint ez a következő két esztendőre 200 millió forint megtakarítást jelent az önkormányzatnak, miközben az emelkedő nyersanyagárak mellett a szülőknek sem kerül többe a gyerekek étkeztetése, mint az elmúlt esztendőben. Amiért olcsóbban tud egy ilyen nagy cég dolgozni, az az, hogy több mint 40 ezer adagot főznek ők naponta. Most ehhez nyilván egy 1000-1200 adagos konyha ezzel együtt nem tudja felvenni a versenyt. Tehát nyilván sokkal gazdaságosabb nagy konyhákat üzemeltetni, ezért is hozzák Bonyhádról, és nem főznek itt. Az oktatási intézményben dolgozókat az új szolgáltató átvette, így a gyerekek a megszokott arcokkal találkoznak majd az ebédeltetés során. A most leköszönt helyi vendéglátócég a szociális étkeztetést a továbbiakban is végzi.